reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó hajnalt, üdvözlök mindenkit! Ez itt a kórház a város közepén, negyedik része. Itt mögöttem van a parkoló. Ház, hát nem ház, mert csak sima nyitott parkoló. Tehát. Csak ilyen alulról is be lehet állni, ugye? És föl meg nyitott. Tehát, aki nem szereti áztatni a kocsiját, az alulra áll be, pláne ha van hely. Akinek még mindegy, az meg fölülre. Na, szóval itt vagyok a kórházban. Így az a helyzet, hogy a mai résznek az a címe, hogy ami elromolhat. Most az időjáráson kívül sok minden más is elromlott. Az én hangulatom is elromlott egy kicsit. Legalábbis ami a kórházat illeti. Mondjuk eddig sem voltam feltétlen elégedett velük, de ma megint azt látom, hogy egyre több az olyan ápoló, akinek nem is az a mélyleundó fekszik ki az arcára, hanem inkább a... Ez már nem is kiül, inkább kifekszik. Szóval, hogy nem az a mélyleundó ül ki az arcára, hanem az a... Hogy mondjam, tehát ez a... Nem akarok dolgozni. Na. Tehát ez a mély kell nekem itt dolgozni, meg különben is. Tehát minden kapok én fizetést, csak azért, mert itt vagyok. Mély kell nekem azért még dolgozni is. Na ez ül ki az arcukra, akárhányszor az asszony kér valamit. És te valljuk meg azt, hogy sokszor kér valamit, tehát sokszor kér segítséget. Hadd ne mondjam. Ma is volt két nővér, ugye nem volt valami nagy trúvája, amit kért. Annyit kért, hogy segítsenek kineki kiülni, meg annyi, mármint hogy az ágyból a székre, meg hogy meg még volt valami, mindegy. Szóval segítséget kért, na hát leírhatatlan fájdalom jut ki mind a kettőnek a fejére, hogy nekik ezt el kell végezni, ennyi pénzért. Nem akartam, ilyenkor mindig bennem van az, a kis ördög, hogy mondjam nekik, hogy gyerekek, amit ti itt pénzért elvégeztek, azt én otthon ingyen csinálom. Tehát, mert jó, nem szó szerint ingyen, mert ugye némi segélyt kapunk, ilyen támogatás címszóval, de azzal pont kitörölhetem. Tehát, ha én is ilyen mélyleundóval foglalkoznék az asszonya, biztos, hogy nem lennénk már együtt. Na mindegy. Ja, egyébként a hang néha rossz lesz, kis ilyen szélzajos, meg zajos. Hát bocs, de most még itt nem jött meg az új mikrofonom, és mivel a Samsung úgy döntött, hogy nem gyárt többé olyan telefont, amin jack dugó van, ezért most kellett rendelnem egy ilyen bluetooth-os mikrofont, amit csak be kell dugni, azt jó van, mármint ide a töltőbe, de az meg még nem jött meg. Kíváncsi leszek, hogy megjön-e. Egy olyan helyről rendeltem, amiben nincs olyan feltétlen bizodalmam, bár nem visz, de mivel most hihetetlen akciók vannak, és olyan árengedményeik vannak a brit piac nyitása kapcsán, hát na jó, átkelek, ahol át kell kelni, és akkor jövök vissza. Na, átjöttem én ott is a ladikon, de ladikon. Helyett a úttesten, ugye, van egy ilyen nem lámpás kereszteződés, ahol kocsik nagyon ritkán adnak meg elsőbséget a gyalogosok számára, és nagyon necces, hogy mikor tudsz átjutni. Hiába van az átkelő hely, az őket nem érdekli. Ha nincs lámpával szabályozva, akkor nincs átkelő hely. És ugye itt Britanniában van ilyen, hogy olyan átkelő, ami nem rendes közlekedési lámpával van szabályozva, hanem csak ezzel a villogó gömbbel, ugye, amit talán már mutattam, és ami egy ilyen, mondjad már, pepita rúdon van, tehát ilyen fekete-fehér csíkos rúdon van, és ha az villog, és már pedig az általában villog, és a ott van fölfelfestve zebra, gyalog átkelőhely. Tehát ha van fölfestve zebra,
és az ebben a szélén áll valaki, akkor az autósnak, hogy a kutya kötelessége megállnia, tetszik, nem tetszik alapon. De most itt így felfestve zebra, itt nincs ez a villogó gömb, itt csak ki van jelölve egy hely, ahol át lehet kelni. Ebből adódóan az autósok szarnak bele abba, hogy esetleg elsőbséget adjanak, vagy legalább megálljanak egy percre addig, amíg hotják valaki át akar kelni, de nagyon kevés udvarjas van. Na, elfelejtettem a témától. Szóval, na, meglátjuk, hogy mikor jön meg a mikrofon. Na, de ami a kórházat illeti, a másik, ami elromolhat, az az elektromos eszközök. Konkrétan az asszonynak valahogy, hát jó, nem neki, de érdekes mondom, pont akkor ment tönkre az az ágy, amikor az asszony befektették abba az ágyba. Tehát, hogy van egy ilyen, hát az angol azt mondja, hogy bariátrikus ágy, nem tudom a magyarban ez hogy van, mi a neve, nem is mondom a szakszavakat ilyen téren, de hogy van egy ilyen speciális ágy, amit fölfújhatnak, tehát nem rendes, kemény ágy, hanem ilyen légágy, nem vízágy, hanem légágy, amit ugye elektromosan fölfújnak, és akkor megfelelő keménységre fújják, akkor az onnantól kezdve az jó van. És abban könnyen mozgatni a nagyobb betegeket. Vagy már tehát az olyan beteget, akit nem lehet rendesen, vagy nem tud magától rendesen mozogni. És az a helyzet, hogy még az, hát nem az rögtön az első nap, de az első nap, amikor ebbe az ágyba fektették, akkor ugye azt mondtuk, hogy kipróbálja, de nem biztos, hogy jó lesz. És akkor még nem tudtuk, hogy milyen nehézségekkel fogunk találkozni. Mert hogy neki az nem kényelmes, és különben is, és sabadabb, hanem nagyon jó, hogy nem vízágyat kapták. Mert ezekből kinézem azt is. És elvitték egy vizsgálatra, és négy markos legény nem tudta irányba tartani az ágyat. Mert hogy elromlott a fékrendszer, vagy illetve nem a fékrendszer, hanem a irányítás rajta, és manuálisan próbálták irányba rakni a kerekeit, de hát a négy kereke négy felé ment, és nem tudták irányba rakni normálisan, tehát nagyon nagy küzdelmek állán tudták levinni a vizsgálatra, meg visszahozni az emeletre, a szintre, hogy visszahozzák a helyére. Úgyhogy nem volt egyszerű. Utána valami az elektromos rendszere ment gajra a kocsiák. Ja, ugye jött egy szerelő, az is csak nézett, mint Rozi a moziban. Nem igazán tudott vele mit kezdeni. Próbálta kalapálni, szervizelni, nem tudott vele mit kezdeni. Aztán hát mondom, az elektromos rendszer ment gajra. Aztán most legutóbb ugye a falban van egy ilyen beépített elosztó. Abból két luk az kakuk, tehát nem volt hajlandó semmi elektromos eszközt működtetni. És előtte működött, tehát meghoztam az asszonynak a masszírozógépet, bedugtuk. Nem szállt el semmi, tehát működött rendesen. De két napra rá hirtelen a felső két luk az elosztón már nem hajlandó működni. És akkor még vannak ilyen finomságok, hogy amivel mérik az oxigén szintjét, ugye a izét, szaturációt, igen, az nem jutott eszembe, amivel mérik a szaturációját, az sem volt hajlandó normálisan dolgozni, úgyhogy ami elromolhat, az elromlott. Elektromos eszközök terén, meg a nem elektromos eszközök terén is. Érdekes héten érnézünk ezek után. És még hol a vége? Na mindegy. Na, jó van. Én köszönöm mindenkinek, aki itt volt, aki like volt, aki kommentelt, aki feliratkozik esetleg, aki megosztja esetleg, aki egy-két donation. Köszönöm annak, aki legutoljára a PayPal-ra küldött nekem egy-két donation. Direkt nem mondom be a nevét, aki tudja, tudja. Na.
Úgyhogy ennyit erről. Még egyszer mindenkinek mindent köszönök, és akkor hát, ha más nem, akkor találkozunk a következő Kórház a város közepén vlogban. Addig is. Bye everybody.